A Magyar Televízióval kötött megállapodás értelmében havonta 10 híradóanyag kerül a Fehérvár Médiacentrum stábjának gyártásában a közszolgálati csatornához. Ennek köszönhetően nem csak újabb bevételi forrást tudhat magáénak a cég, hanem a kollégák szakmai fejlődése is biztosított, mondja Nyers Krisztina szakmai igazgató. A feladat maximális ellátásához azonban fejlesztésekre lesz szükség, tette hozzá. Ahhoz, hogy híradóanyagokat gyártsunk, ahhoz már megvannak a megfelelő kamerák, de ahhoz, hogy egy igazi körzeti stúdióként működjünk, ahhoz kellenek sajnos még egyéb feltételek, alapvetően egy nagyon jó stúdió. Végre Székesfehérvár is büszkélkedhet egy körzeti stúdióval, mondja Cserpalkovics András. Székesfehérvár polgármestere szerint ez hatalmas elismerés nem csak a Fehérvár Médiacentrumnak, hanem a városnak is, hiszen az együttműködési megállapodásnak köszönhetően országos ismertségre tesz szert a város. Azokat a híreket el lehet juttatni az országos televíziókba, rádiókba, amelyek a város számára pozitívak és fontosak, akkor ez városmarketing értékkel is bír, hiszen ebben a városban nagyon sok dolog történik a kultúrában, az oktatásban, a sportban, ami azt hiszem, hogy nagyobb figyelmet igényelne az országos tévék részéről is. Közel egy éve, hogy új vezetése van a Fehérvár Médiacentrumnak. A cég az átszervezéstől új lendületet kapott, véli Bozai István ügyvezető igazgató. Ráadásul hamarosan valamennyi kábelszolgáltató digitális kínálatában helyet kap a Fehérvár Televízió. Nagyon fontos, hogy minél könnyebben, minél rugalmasabban el tudjuk juttatni a Fehérvár TV adását az összes fehérvári lakoshoz, és hát sajnos, vagy szerencsére annyira széles a kábel szolgáltató kínálata, hogy mindenkivel külön-külön meg kellett állapodni, de most már remélem, hogy a hó végére mindegyik kábel szolgáltatónál nézhető lesz, fogható lesz a Fehérvár TV. A Fehérvár Médiacentrum Magyar Televízióval kötött együttműködési megállapodása 2014. decemberéig él. A szerződés megkötése több hónapos munkának és egyeztetésnek köszönhető.